az idén ünnepli a Jókai Motoros 100. születésnapját. Egy hajó életében is akadhatnak válságos vagy éppen boldog időszakok. A Jókai Motoros életében két világháború, elsüllyesztés, átépítés, tetszhalál és újjászületés is szerepel. Az ünnepelt 110 tonnás testsúlya ellenére kimondottan karcsú. 36 méter hosszú a hajó, 290 lóerős, 10.000 köbcentis Caterpillar motor hajtja, és az utas befogadó képessége többszöri változtatás után az újjáépítést követően 85 fő lett. A palatoni közhajóépítés utolsó darabja a Jókai 1913-ban fekete hajótesten épült, forgalomba állt, nagyon kedvelték az utasok, 1927-ben átalakult a társaság, ekkor az összes gőzhajó a Jókaival együtt fehér testet kapott, így szállította az utasokat, 1944-ben járőrszolgálatot látott el a Balatonon a háború alatt, majd fölrobbantották 45-ben, ezután újjáépítették, továbbiakban is gőzösként üzemelt, és 1963-ban megkapta a Budapest tengerjáró hajónak az egyik főgépüzemét, így motorhajóként üzemeltették tovább a Balatonon, így került el 1980-ban már roncshajóként a Tiszára, ahol a Vanyolai Hajózási Társaság, illetve akkor még vállalkozás megvásárolta, újjáépítette. A tengerhajózástól 1978-ban eljöttem, és a Balatonra kerültem, és ez volt az első hajó, amelyiken szolgáltam gépüzemvezetőként. Ott kezdődött a kapcsolatunk, rendkívül szimpatikus hajó volt, és 1980-ban a hajó elkerült a Balatonról, és utána én hosszú ideig nem tudtam, illetve nem hallottam róla. Amikor Busa Pista barátommal beszélgetvén a Tiszán jártunk, mondta, hogy nézd meg ezt a hajót, Balatonról került ide Tiszalökre. És akkor melyik ad a hajó? Mondja, hogy a Jókai. Hát ő javaslatára a hajót megnéztük, egy rozsdás hélemez volt a parton, gazban, méteres gazban, és akkor én úgy éreztem, hogy ebből a hajóból lehet valami csodát csinálni. Egyszerű lett volna, hogyha a Tiszán lehozván, Újvidéken áthajózva, föl a Dunán és a Sió csatornán, egyszerű lett volna az elhozatal, de nem úgy történt, hisz közben kitört a dészláv háború, kényelmetlenül érintett bennünket, hisz óriási veszteség, megcsinálunk egy hajót, és nem tudjuk használni. A végén szárazföldön kellett elhoznunk, Dunai városról Siófok-Kilitire, ahol vízre tették a hajót, és onnét pedig idehoztuk a Balatonra. A közhelyek általában igaz népi megfigyeléseken alapulnak. Így az alma és a fa esete Vanyolai Sándor és fia Krisztián kapcsán is működik. Ezt az egész fertőzést valamikor gyerekkoromban kaphattam meg, mert hogy egész gyerekkoromban gyakorlatilag hajókon voltam minden nyáron, és hajókon nevelkedtem fel, sok embertől sok mindent tanultam, de az igazi tanítómesterem mégis Tyukos Imre bácsi volt, és ő mellette vált belőlem hajóvezető hosszú évek után. A Krisztiánt én tanítottam meg, mert amikor ide került, a Jókai fölkerült, következő évben én megkaptam a Jókait. Addig a, hol is áll, ott áll valahol a kis Balaton nevű hajó, addig azon hajóztam. És akkor a Vanyolai úr azt mondta, Imre bácsi, a Jókai most a te hajód. És mellém osztotta a saját fiát. Egy évig, hát egy nyarat, ez egy olyan 8-7-8 hónap, amíg együtt hajóztunk. Hál' Isten, mindent megoldottunk, megtanult iránytűvel utazni, mert akkor még nem volt radar, meg egy, még nem volt. Tyukos Imre bácsi sem volt mindig hajóparancsnok, kazánfűtőként is szolgált a balatoni gőzhajózás idején. A hajóvezető még a hajó személyzete üdvözölték egymást, vagy lobogó lehúzással, vagy pedig kézzel integettek. Igen, ám, de kazánfűtő hogyan jelezte a barátjának, hogy itt vagyok én is. Gyorsan dobott pluszlapát szenet a tűzre, és ilyen igazi sötét füst akkor látszott, és a hajónak a testablakán lehetett látni, hogy a másik kazánfűtő is végképpen most dobott a tűzre. Így üdvözöltük mi fűtők egymást.
A Jókai és Balatonfüred között speciális kapcsolat áll fönn, nem csak azért, mert a tó déli és északi partja közötti közlekedés megoldására tervezték ezt a hajót 1913-ban, hanem azért is, mert így süllyedt el a hajó 1945-ben. Itt emelték ki, újították föl és helyezték újra üzembe. És valóban az új eszületése is ez a városhoz kötődik, hiszen az itt működő Vanyolai Hajózási Kft. Újította fel a 90-es években. Példaértékű az a gondosság és az a törekvés, amivel eredeti állapotától ugyan távol eső, mégis a történelmi hagyományokat idéző formájában helyreállították, belső dekorációit elkészítették, és a mai napig is alkalmas állapotban tartják arra, hogy az utasokat fogadja. A hajó jelenlegi státusza mintaértékű. Ez egy különleges, mondhatni intim kapcsolat, ami kialakult a Jókai és köztem, hiszen már az újjászületésénél megismerkedtem a hajóval, amikor még nem ebben a formájában volt, és utána, amikor ide került a Balatonra, akkor még ez a kapcsolat szorosabbá fonódott, és néhány év tanulás után lettem én a Jókai parancsnoka. Ezt a tisztséget azóta is büszkén viselem, és hát akár meleg, akár hideg legyen, az ember azt hiszem, hogy szerelemtől fűtve nap mint nap szívesen van egy ilyen hajón.